És kacok, tehát itt azért próbáltatok engem itt elvinni ide-oda. Engem csak úgy nem lehet. Konfliktus délen kezdődik a hatodik fejezet. Tehát el akartatok engem vinni focizni, meg autóversenyezni ide-oda. Igen. Aki határőr, az határőr marad. Aki egyszer határőr, az határőr is marad. Úgyhogy, rekek, engem itt nem lehet megállítani. Itt vagyunk, megjöttünk ismét, lendülettel, szeretettel, kezdődhetnek az ellenőrzések, úgyhogy megyünk aludni. Mert hogy nincs autó. Úgyhogy akkor alszunk. Szépen bebattyogunk. Klíma már megy, ha jól hallom. Aludjunk egy-egyre. A játéknak a sztoria? Basszus, azt mondjuk az egy $500 a napi költség. Most mennyi pénzünk van? 2000-ből lementünk. Hova? Na? Ja. Okay. 1549. Ez valami mindig történik a játékban, én nem gondoltam volna, hogy ebben a játékban ennyi minden fog történni itt majd. Továbbra is kellemes meglepetés nekem ez a játék. A lényeg az, hogy határőrök vagyunk, kommunista időkben vagyunk, ez egy fikció minden igazából, tehát ez italáció az egész. 1981-ben vagyunk, határőrként kezdünk, aztán így ahogy megyünk följebb a ranglétrán, egyre több dolgot kell megvizsgálni, a határon fejleszteni lehet határunkat, a határőrséget, a kollégákat, a járműveket, el kell őket vinni munkatáborba, és jönnek itt különböző sztori küldetések, és bizony, ugye itt eldöntendő dolgok voltak, és eddig, ugye, tehát lehet a felkelőket támogatni, lehet a kormányt támogatni. Én eddig a kormányt támogattam, úgyhogy a rendszernek nagyon-nagyon hű alattvalója vagyok, és egyben támogatója. Nem olyan régen volt egy óriási járvány, vírus járvány. Volt már egy gyilkosság, voltak több felkelés. A felkelők azok próbálnak különböző balhékat elindítani, lavinákat elindítani, és akkor ezekre mentünk nyomozni, ezekre a helyszínekre mentünk nyomozni, volt gyilkosság, volt, hogy túlszulejtettek valakit, és akkor végül a küldetés végén el kell dönteni azt, hogy most melyik oldal támogatjuk, a kormányt, vagy a felkelőket. Egyéb ilyen dolgok voltak már korábban. Megpattanjál kifelé nagyon gyorsan, nem áll neked annyira jól ez a szakál, öreg? Ezt nem magadra ragasztottad egészen véletlenül? Nézzük csak azt a fényképet. Hát? Ujjajjajjajjaj, az a név az úgy. Ezt mégis maga is hogy gondolta? Esetleg. Útlevélszám sem egyezik. Ó, miket találunk mi itt, gyerekek. Mondjuk a érvényességi idő az 100%-ig jó. Elég sok műtrágyát szállít az úriember. Ugye mérünk egy súlyt, aztán ellenőrizzük a rendszámtáblát. Bőven benne van. Az autó hátulja amúgy nagyon okés. Várjál csak, mi a rendszám? GKQ 1414 UL. Okés, Illich. És akkor igazából szerintem ez úgy okés. Visszapillantók, ablakok rendben vannak, lökhárító is okés. Kerekek is rendben voltak. Hátsó lökhárító is rendben volt. Hát akkor gyerekek! Jön az UV lámpa. Aztán majd ez itt szépen megmutatja, hogy van-e valami. Van-e valami okosság itt a technikában. Hát bizony. Ajajajajaj.
Gyanús, nagyon gyanús, gyanúsan semmi! Gyanúsan... Az meg egy óriási defektot, ha jól látom. Apikám, addig valamit itt vegye elő nekem nagyon gyorsan a defekt készletet, azt csinálja meg, mert én nem fogom tudni beengedni, csak mondom, jó van? Na. Csinálja, csinálja, nem érünk rá. Figyeljetek, én szerintem itt nagyjából ezeket le se pakoltatom, jó? Biztos, hogy tiszta lesz itt minden. Ha esetleg nem egyezik a rakomány lista azzal, amit mi itt találtunk fönt a szekéren, akkor ótkocsin, akkor lepakoltatom. Hoppácska. Kettő darab gáztűzhely találtam. Na! Na, ilyen komi van. Ilyen komi van, gyere. Egy mosószer, az stim. Igen, tehát itt a gáztűzhely. Mindent megszámoltam. Az meg most pakoltassam le. Istálóját bele, hát ezt nem hiszem, én komolyan mondom, gyerekek. Hagyjam eldobó, ez a biztos. Láttam már olyat, hogy ját palisztak bennünket, mint a kurva élet. A kollega majd visszadobja, úgyis pikpak. Hát ez teljesen tiszta lesz. Viszont a fickónak majd azért, hogy a személyre kell dobni, hogy hányni, hogy azért, hogy nem korrektám. Mi az, hogy itt bennünket át akar verni? Nem? Na, kollega? Hm? Hopp, vissza légy szívesen. Az új házamat nem mentettem el? Mi? Jaj, tényleg! 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 Nem baj! Majd most akkor azt fölfejlesztjük. Tényleg! Azért volt nekem olyan furcsa, mondom, hogy nyílik ez az ajtó? Tényleg! A büdös életbe! Mondjuk, hogy sehogy nem tudnám átengedni, várja, most jut eszembe. Na figyelj ide. Nézzük csak. Rakománylista az katasztrófa volt. De várja csak, ez a megerősített rakomány azt mondja, hogy... Hogy is volt ez itt? A műtrágya az minek minős? Anyagnak? Egyszer... Ja jó, oké. Háztartási gép. Egyszer. Na, jó, oké. Ja, ez egy pont, és... De lényegében nem kell a... Mindegy, utasítsuk el. A belépési szabályoknak ő lényegében megfelelt. Emiatt nem kell őt elutasítani. Nem kell behúzni nála elvileg. Úgyhogy így jó lesz. Meg ez így jó lesz. Azért gyorsan ránéztem a motortérre, hogy ott találtam volna valamit, nagyon lövöm. Nem, dehogy is. Dehogy is. Smeg, megint nem jött be. Jó napot! És tökéletes lett az ellenőrzés, ugye? Kezdő szerencséje. Na öreg, figyelj ide, most nagyon rossz óra tettél. Pattadjál kifele! Hát minek nézel te, az a piacon vagyunk mi? Nem lehet itt nálam itt alkudozni. Tessék visszavenni villám gyorsan. Na nézzük a nevedet, öreg. Nézzük a nevedet. Stimmel, ahogy látom. Szerencséd van. Levélszám is stimmel. Ez egy grazduk amúgy? Hát pont amúgy belefér. Hű, gyerekek! Hoho! Jajajajajaj! Rendszám, nézzük csak, YDK 6580 QF. Stim. Ezt le kell pakolni. Ezt apukáim bizony lepakoltatjuk. Figyeljetek, hogyha itt nem lesz valami illegális dolog, akkor nagyon mérges leszek. Oh. Na. Figyeljetek ide. Egy fényszóró. Yeah. Egy törött lámpa, jó napot, meg egy defektes gumi, lapos gumi, igen, egy kettő visszapillantó tükör, apikám, hogy van ez? Kettő visszapillantó tükör, meg akkor volt még itt elől egy törött fényszóró, és ennyi. Ja igen, Laci, várjál, most jutott eszembe, mit írtál.
Volt az a szitu, amikor nem engedtem át a csávót a határól és meghalt a nővére, ez miatt. Az megvan-e? Lehet, ha átengedem, kapok jutalmat? Ezt most miért mondtad? Jutalmat kapok. Hát figyelj, azóta jöttek már a haverjaival engem agyonverni. Ki lettek oktatva rendesen. Bizonyám. Még egy lámpa? Azt fölírtam. Istálójad bele te. Ez patyolat lett. Ez komoly? Ajj. Öreg! Rus vagy te nekem? Csendő. Hát ez őrület. Nézd meg, és ez is. Hát. Fölírtam mindent, fölírtam. Akkor hasonlítsuk össze. Olajos hordó 1, stim. Hosószer, stim. Almásláda, stimmel, műtrágya. Stim, gabona, az is. Szanya hit. Tudjátok, itt mi lesz majd a problematika? Én. Elmondom én. Élelmiszer 6. 2. Az még pont jó. Háztartási gép. Vegyi anyagok. Egyszerek. Vegyi anyagból lehet 4, ugye? Öregen. Nagyon jó megcsinált az öreg. Teljesen szabályos. Viszont... jármű állapota nagyon rossz. Ezáltal... ennyi. Igazából ő bemehet. Igen, tehát nem szabad azonban elfelejteni, hogy a gépkocsi rossz műszaki állapota nem oka belépés megtagadására. Jó. Minden rendben volt, ugye? Ja. Minden rendben volt. Fénykép is stimmelt? Istálóját. Minden oké. Tata, nézd ide! Ha! Hi. Ja, értem, csirkepörkölt. Aha. Hát a fenyegető levél helyett jönne valami... kis plusz pénz. Hát jó van, ott rohadt meg. Anyál vissza, öreg. Meg a... dobjad neki vissza, nem találtam semmit. Azzal van. Még osztoztunk volna, tudod, szokásosan. Tehát... és mit, mit mondjak, te? Na. Kedves uram. Megúszta. Ehet. Hihetetlen, te. Jaj, örüljé. Hihetetlen. Hihetetlen. Jó lett közben. A tájcsi varisú komandíró. Jó napot. Ez nem lehet, hogy sumákol? Túl jó állapotú az autója, gyerekek. Rendszám. RQV. Hát ez nagyon nem az. Az autó állapota... az autó állapota... patika! Ezek engem itt most szivatnak? Öreg! Úgy tudtam. Nem, hogy tudtam. Bíztam benne! Jaj, de jó! Álljál félre! Öreg, álljál félre, mert olyat oda csapok a lábadhoz, hogy megbolondulsz. Én úgy átvilágítom most ezt a kocsit, de úgy. Júj, öreg! Te most nagyon rossz lóra tettél. Na figyelj ide, apikám.
Okay, gyere ide, csak lecsukom, hogy lássad, jó? Figyelj! Készítsed a készíteni valót. Kemény napom van, úgyhogy mélyen nyúljál bele. Na, bírod még? Kotorásszál, kotorásszál addig a zsebedbe? Nagyon, nagyon visszafogott tetszik lenni. Na! Nem a tiéd, mi? Ezzel együtt vetted, ugye? Rohadt paraszt, még le is tagadod? Micsoda az ember az ilyen? Hát akkor kutatunk tovább. Nem kell kétszer mondani. Nem bizony. Jaj, na motortérről vegyük ki, mielőtt itt felejteném, jó? Hú, te most kurvára rá, na, öreg. Nagyon durván. Hát egy műszerfal alatt, oda néz, oda néz. A rutin gyerekek, hát múltkor ezt megtanultuk, mindenhol van. Mindenhol. Mindenhol lehet. Az anyja 700-át. Kesztyűtartó, az meg nincs, mi? Nincs hát. Hú, ezekben a csomagokban mennyi minden lesz, mi? Nem is remélem. Ránk férne egy kis Zsuzsetta. Ajjajjaj! Jajjaj, hát ez nagyon tele van. Öreg! Te engem akartál hülyének nézni? Engem? Kecskére káposztát? Az meg, hát ez nem szakad ám el, te. Nincsen bicskám, ilyenkor mi van? Nem tudom kibontani, szétlövöm. Ilyenkor mi van, gyerekek? Menjek be, hát ha van bicska a raktárba. Szóval letartóztatjuk, akkor el ne meneküljön nekem, mert volt már ilyen, hogy itt hagytam aztán. És akartam volna itt hagyni, aztán úgy elfutott az öreg, belépett a kocsiába, aztán Jóska bá, tessék nagyon figyelni ezekre, mert ezek minden hallja megkent gazfickók. Jó van? Börtönigazgató! Az öreg Jóska bá milyen sokra vitte, hát gyerekek, jó végzi a munkát, látjátok. Jó, na, ott a konyha kés. Már viszem is kifele. Késből be kell tárazni majd, jó van gyerekek? Ne felejtsük el, mert azért nem szeretnék itt szentségelni hamarosan. Ez a konyhakés, az tudod mire jó? Az meg. Amikor gépfegyverek ellen mész vasvillával konkrétan. Ez... Hát ezt nem néznek bennünket hülyének, nem? Holnap reggelre fölvágjuk ezeket, de jó. Ja, már nincs nálam szabad hely, hát... Hát persze. De hogy a raktár is tele van. Aha! Az jó! Levelünk is van. Kaptunk levelet. Jackpot van, Gyuri! Jackpot van, te! Ne tudd meg! Micsoda szajri áradat! Ezek. Elárasztanak bennünket a parasztok. Mindjárt hozom a következő Gyura. Hát na. Kibővítem majd a raktárat, igen, az lesz a következő, csak most legutóbb ott mentettem el, hogy az apartmant fejlesztettem fullos szintre, és az nem lett elmentve sajnos. De nem baj, mert óriási mínuszban lennénk, úgyhogy ez most így jó. Azt hiszem. Jóska már elalibizik. Persze, persze. Majd kapjám az előléptetést. Jó gyerek az öreg. Ezt lassan vállalkozóként fogom majd csinálni. Hát nagyon remélem. Amúgy lehet, hogy érdemes lenne raktárbővítésbe elgondolkodni. Azért is, mert ha kihívnánk a helyszínre a rendőrséget, akkor ők azt elszállítanák? Az meg 500 dollár. Az nagyon sok pénz. Annyi pénzért akkor én is elviszem, bazd meg. Sőt, a vállamon elviszem 500 dollárért, ne viccelj. Ne hülyéskedjél. A konyha és sokáig már nem fogják bírni, gyerekek.
Na azért, nehogy már ne legyen itt cigaretta. Mennyi van még vissza? Ez a konyhakés, ez nem sokáig fogja bírni. Ennyi! Hol a többi? Tényleg ennyi volt? Az anyját! Ez nagy csalódás. Elég alaposan átvilágítottam ezt a kocsit. Ez valószínűleg tényleg ennyi volt, úgyhogy műszak végén, ahogy elfogynak majd itt a kocsik, elvisszük a szajrét, mert tele vagyunk. Dugig vagyunk konkrétan! Ez is, ez az, jó van, $200. Gyerekek, van még egy kocsi? Leellenőrizzük aztán. Ennyi. A rabokat a cucca elviszi $500, ahogy kettő kocsi van. Tessék megállni nagyon gyors. Azért nézek bele ebből, egyből, mert akkor tudom, hogy hogyan kell hozzáállni az úri emberhez. Ja, maga hol jár? Erdőn? Visszapillantó, fényszóró, lökhárító, megint egy fényszóró. Öreg, nem lesz ez így jó? Na. Istenem, lökhárító. Kettő törött lámpa. Tükör. Mi van még? Jó, kerekek állapota jó. Rendszám. Filmos aladár. A kúra milyen név van? Oliver királynő? Oliver Queen? Queen. De milyen név van amúgy tényleg a Q betűre? Mit mondasz a Q-ra? Q? Az hello? És a dupla V-re? William. William. Kész. Ennyi. Megvan oldva. Ez is. Csinálsz. Bebek. Quadratus. Persze. Kutya! E kurva! Fejezzétek be most azonnal! Nagyon agresszívvá váltatok! Jó Isten! Kukorica! Igen, igen! Nagyon jó alakul! Az autó hátulját rendbe találtam, papikám! Mindjárt ellenőrzem a rakományt, jövök ide előre, aztán rendezzük a dolgokat, jó van? Figyeljen addig oda! Nagyon, mert nem van itt valami kézag lesz. Új, az rendben volt. Nézzük akkor. Jó. Ez is nagyon jó. Ó, te, ez olyan patyolat. Mint a shit. Szappan, stimmel, toalett. Stimmel, radioaktív. Stimmel, gáztűzhely, stimmel. Ecsém, vegyszerek, várjál oda! Hopp! Hopp-hopp! Hopp-hopp-hopp-hopp! Bukik a dolog, ha jól emlékszem. Hát-hát-hát! Ide figyeljen, kedves uram! Az a helyzet, hogy egyel több vegyi anyag van fönt a platóján, mint amennyi kellene, úgyhogy egyet le kell foglalnom. Hát, ez van! És akkor talán bemehet? Nem, amúgy még akkor sem edve. Kollega! Dobáld föl neki ezeket a szarokat, mert haza kell vinnie, nem tudom átengedni őt se. A belépési szabályoknak nem megfelelt. Erre viszont itt a szélvédőket. Na jó, minden oké. Na! Mi volt itt? Beutazási szabály volt egyedül a kebasz. Jó mondom? Ja. Igen, így van, igen. Így van, csak az volt a hézag. Elutasítjuk. Ennyi. Nyetap. A Discordon a levegőbe fönt van a link a magyarítással kapcsolatosan. Ha eddig még nem hibáztunk. Fura. Nem fura ez. Estét kívánok. Mi áradva? Állatokat szállít?
Állatokat? Kíváncsi vagyok én erre. Valami illegális esetleg, amiről be kéne számolnia nekem? Semmi? Ajaj. Nehogy találjak valamit? Ez meg mint, nem is tudom, öregem. Patyolat. Annyi a kurva 700-át, ezt nem hiszem el, hogy semmi nincs ezen a szaron, te. Kettő malacot szállít a gyerek. Hopp! Hát, hogy van ez? Egy disznó van bejegyezve, az kettő van a platón. Nem szeretem, mikor hülyének nézek. Rendszám. 78-73 NB. Jó. Amúgy meg nagyon rendben van a kocsi. Ah, jó. Be se szállok mellé. Ki se szálljon emiatt. Úgy ez a küldöm, mint annak a rendje. Fénykép. Ajjajjaj. Öreg. Öreg. Téged nem körözünk esetleg? RQV. Nem stimmel. 50 éves? Hát ez minden, csak nem 50. Vagy hát ki tudja, hogy maga mennyi valójában, de hát a személyigazolvány szerint ez... tevé szerint ez... Várjál, mi nem stimmel? Mire mondtam? A fénykép. Fénykép a rossz. A rakománylista és a fénykép a gáz. Nem is kicsit. Súly az rendben volt? Ja, rendben van. Ennyi. Megfiolt. Jaj, hát persze, hát ez hogy nem jutott eddig eszembe? Volt valami piros az anyóson? Tényleg, az első segéddoboz egyébként, de jól láttad. Hittet, hogy cigaretta. Én már korábban jártam így, hogy azt gondoltam, hogy a cigaretta. Biztos, hogy nem leszel beengedve, öreg. Biztos, hogy nem. Na, húzzá haza! A név se stimmel? A szállítási... Egy új beavatkozási küldetés már elérhető. Készen állok egy kis akcióra! Persze! Micsoda! 1600 dollárt kapok! Egyébként valamit elrontottam. Segíts az osztagodnak felszámolni a fenyegetést! Menj oda, mielőtt lejár az idő! Húbazd! Információt kaptunk egy csempész banda tervezett találkozójáról a fűrész valomnál. Elkaphatjuk őket, ha sietünk. Csatlakozó hozzánk? Persze! Tempó! Teljes harckészültség mindenki! Fel! Hopp, 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 hopp! És megyünk. Kurva gyorsan megyünk. Gyorsan, nagyon gyorsan leadjuk a szajrét szerintem. Talán belefér. De majd menet közben meglátjuk. Fűrész valom. Talán az útba esik. Igen, jó. Jó lesz. Jó lesz. Leadjuk. Leadjuk, nagyon gyorsan leadjuk. Nyilván az se lenne rossz, hogyha esetleg... elvinnénk a munkatáborba a gazfickókat, de... Maga normális, bazd meg! Hú, de nagy mázlid van! Fuck you! Hú, de nagy mázlid van! Hát ilyet! És még milyen mérgesen nézett a szemeimbe, láttátok? Ha lehetne szemmel ölni, én már nem élnék. Ez itt most azonnal higgyétek el nekem. De megy a szívéd a normálisan, vagy mi van itt? Akadozik a... Gyorsan, tata, gyorsan! Hoztam mindent is! 492! Ez meg. Ezt tudom, nem sietek ennyire. Ezért kár volt.
Viszont gyerekek, rengeteg pénzt fogunk kapni. 1600 dollár. Nagyon tele leszünk ám. Nem mert visszaszólni. Balra, balra. Jó van. A navigátorral egyeztettem. Az meg! Gondoltam, mutatok valami extra dolgot. De hát ez sajnos nem a Harry Potter, amikor összement ugye a busz. Gyerekek! Úristen, szerintem az összes puskaport már előtte már részünk be. Kezeket fel! Itt a KGB! Akkor ki ne ülnek, kollégák? Ki nem látok senkit? Ja? Itt a KGB! Kezeket fel! Ennyihez húzik hajlam. Gratulálok, marhák. Gratulálok. Hamar realizálni kellett azt, hogy itt nem érdemes kérdezni, hogy bevetettük a titkos gépezetet. Snegodajnár, vagy vas idu? Senki semmit nem mond. De ennyi volt. Jó. Megkaptuk a zsuzsettát. Többiek majd intézik a dolgokat. Jó van. Rendben van. A tájci varizsú komandíró. Jó napot, jó napot. Semmi. Kollégák, nézők felszívódtak mind egyből. Gyerekek. Hát jó van akkor. Nem kell kétszer mondani, már én is. Lóra pattanok, az itt sem vagyok. Ha közben kidőlt egy fa. Ó, el kell menni bevásárolni egy picit. Vagy lehet, hogy első körben inkább csak utána el kellene hozni a foglyokat. És ezek már szerintem olyan foglyok, hogy legalább 500 dollárt kapunk. Már nem erre kell menni? Arra, ugye? Jobbra. Jobbra, egyenes, egyenes, egyenes. És a legvégén kell jobbra menni, vagy jó? Egyenes megállás végül.
Igen, mondjuk ezt a fát lehet, hogy én döntöttem ki. Ú, de hogy tényleg úgy vezettem, mint hogyha részeg lennék. Az vagyok, de tudjátok én azért... Ú, bazd meg! Fuck you! A kurva anyátokat! Ó! Úristen! Nagyon közel voltunk a halálhoz! Gyerekek, ez nagyon kemény volt. Én most itt azt hittem, hogy elpatkolunk. De végül... álltuk a sarat. Ez még egyszer nem fordulhat elő. Ugye egy javítást kérünk gyorsan a kocsira. Gyorsan, az éjszaka leple alatt ezt is megjavítjuk. Foglyokat kivesszük. Fogdából. Megindulunk. Talpra, sutyók! Talpra! Csempészke! Átszállítjuk. Ő is csempész volt. Meg ő is. Sutyók! Jóskabá! Takarítsa ki, addig legyen szíves, jó? Maga a börtönigazgató nem véletlenül lett előléptetve. Ne tegyen úgy ilyenkor, mint hogyha nem tudna semmiről. Olvas át addig nyugodtan a munkaköré leírását. Jó van? Na. Jóskabá maga ivott. Jó van, így van. Feleség, mi? Bólogatál hevesen az öreg. Szegény. Hát na, ezért is vettem föl. Megsajnáltam az öreget. Nyugdíj mellett unatkozott otthon, elhagyta a feleség, a neje. Most nézem, a Gyuri bazd meg, az nem rakta vissza az ajtót itt mellőlem, nézd oda, hiányzik az ajtó, te. Ó, visszamegyek lekepszni. Hát ez így nem állapot, te. Hülyének akar ez engem nézni. Hát nem, ez életveszély, figyeltek itt, hogy simán átlőnek rajtam. Biztonsági meg a Szentlélek tart engem itt életbe. Na gyerekek, csak kellett szólnom erről. Ú, nem állok én meg. Szökevényekkel vagyok. Bűnözőkkel. Nincs fék. Meg is jöttünk, gyerekek. Sejtettem, hogy nem lesz sima belépünk. Ha valahogy nem igazán adja ki. Hát na. Ez egy ilyen nap, na. Van így, van ez így, van egy. Na, jó estét, jó napot. 664 dollár! Hát gyerekek, lehet, hogy végigvittük. Tele vagyunk, mint a déli busz. Nézd oda! Elmondom, hogy mi lesz itt a folytatásban. Elmegyünk Vladhoz, bevásárolunk rendesen, veszünk 3 taktikai bicskát. Mondom én nektek. Miért is? Azért, mert fogyóeszköz. Ilyen egyszerű. A következő pedig az lesz, hogy... majd kitalálom. Jóval nem kell kérdezősködni mindig. Hova megyek, miért megyek. Hát gyerekek, figyeltek. Nem úgy van ez. Határőröknek az élet, az nem így működik ám. Nem móka és kacagás az egész. Dehogy is. Dehogy itt meg balra felfordulunk. Elkanyarodunk. Hát balra elkanyarodtunk. Fölfordulni még nem szeretnék. Majd a motorfék ugye megfogja. Na. Most figyeljetek. Pisztoly, lőszert hol a büdös bánatba lehet eladni?
Ez engem őrületbe kerget. Hol a szarba lehet ezt eladni? Tehát tele vagyok pisztolylőszerrel. Lehet, hogy azt kéne csinálni, hogy valakit agyonlövök és belerakom a testébe, úgymond a pisztolylőszert. Amúgy esküszöm ezt. Vezetek, mint az őrültek. Jó. Hát én ilyen vagyok. Lehet venni mesterlövész puskát. Hát most ezért... Azért hajt a kíváncsiság, hajt, de... Annyira azért mégse. Na. Most azért lesz egy kevés lőszer. És akkor veszünk 3 darab taktikai bicskát. Oké, visszamegyünk, apartmant fejlesztünk, raktárt fejlesztünk, plusz passz, bezár a bazár, ennyi volt, kész. Megmondom, itt el kéne adni a géppisztolyt, a sima pisztolyt, mert agyrém, baszki. Ez elképesztő. Ennyi, ugye? Várjál? Kell még valami. Hát hogy nem, ilyen vagyok? Hát jégcsákány. Kell, az is fogyám. Ásó. Hát, vigyünk abból is egy-e, gyerekek. Nézd meg, megint tele van a puttony. Hú, nagyon kell az a raktárfejlesztés. Amúgy ajtó nem is kell erre a szarra. Most jut eszembe. Te, lehet, hogy a gyura az szándékosan ilyen furán rakta fel az ajtót. Én gyorsabban szállok be. Ide jövök, nem kell kinyitni az ajtót. Nem kell foglalkozni vele. Jövök, belépek, megyek. Milyen kocsiknál van ez így? A reptéren is így van. Ott sincs ajtó. Fölpattannak, mennek. Kerti traktoron sincs. Mi a lószarnak? Adjuk már hülyeségeket. Ez is ilyen. Ez ilyen gyors mozgású. Golf... Igen, a golfkocsi is ilyen. Igen. Kiváló hasonlat. EU szabvány így. Yeah. Hát na. Nem egyszerű az élet. Ez meg mi volt, bazd meg? Napszakváltás? Új érkezők vannak az állomáson. Hát de gyerekek, én még nem is aludtam! Ne égessetek ki! Hulla vagyok! Már is várnak a határon? Na, bazd meg! Az gáz. Mondjuk már jövök, nagyon. Egyem le a másik ajtót is. Nem szedem le. Balról szállok be, nem jobbról. Nehogy már a kondér kerülje meg a szamarat. Ergő. Azt hitted, mert határőr vagyok, betörök ilyen mocska poénoknak. Ugyan már. Azért figyelj ide. Rendőrpostás vasutas. Nem? Dehogy is. Egy uri, nem is lett rossz ez az autóid volt, baszkit erre. Figyelj ide, nagyon ott van a szerem. Nem lenne jobb, hogy ezt az ajtót is leszerelnénk innen a francba, mi? Gondolkodjál rajta! Légáramlás tanilag lehet, hogy jobb lenne. Ugye? Na, jó van. Elgondolkodtattam. Akkor hát beleszívott a cigarettájába, majdnem behorpadta. A homloka. Várjál, bővítsünk első körbe szerintem. Állás. Így van. Hullahokkarika, raktárfejlesztés. És nézd meg, a valagára vertünk se perc alatt 5000 dollárt majd, hogy nem. Várjál, lehetne még fejleszteni ezt a raktárt? 200-ért, igen. 75 férőhelyes se lehet. Hú, az szép. Pisztolylőszer nekünk nem kell. Épp pisztolylőszer. Igen. Hát, ez maradhat végül is nálunk, mert ez úgyis hamar el fog már kopni. Mi az, ami kell még nekünk? Jó ég. Hiszen tele van már mindjárt ez a... Ja nem. Ja, igen. Lapozni lehet most már raktárba akkora. Jó. Te Jóska! Ne bazd meg! Nem nézed meg az új raktárat? Ne beszarás te! Apukáim! Hú... Gyerekek!
mint... Nem, gyerekek, nagyon jó. Te Jóska! Ő kéne menni valami takarítónőt. A volt helyed nem takarít még? Vagy már? Nem beszélsz vele? Na, azért ne köregjél vele kicsikét, mert jönni kéne ide takarítani, bazza, tele van pókhálóval az egész bungalló. Ott is... gyerekek, az ajtó is ne kereg. Jóska, olajozd meg! Nekem még egyszer mondanom, légy szíves, jó van? Ez elképesztő. Na jó van gyerekek, munka van! Munka van. Jöhet az első páciens. Stoj! Stolek! Tudjátok, mit bánok ebben a játékban, hogy nincsenek csajok? Azt nagyon bánom. Egyszer nem találkoztam még nővel. De kár. Az lehet, hogy majd később jön. A név az stimmel. Levélszám. Stimmel. Lejárati dátum. Stimmel. Bármi típus a stimmel. Rámérünk egyet. Ez biztos, hogy megfelel a... Ó, bő. Rozi. Kutya. Vilmos. 43-29. János Zoltán. Timmel. Az autó állapota kimagasló. Az meg ez hibátlan te. Ez hogy kimagasló. Ajja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 jj
Túl szép, hogy igaz legyen, ugyebár, ugyebár. Propsács duró vaša robocia, ni madre bravida. Ajajajaj, bizony, bizony, ott volt valami. Ott volt valami, gyerekek, ott bizony volt valami. Na figyeljél, akkor mutatok neked valamit, na gyere, gyere ide. De jó, figyeljél. Egyszer mutatom meg. 5 másodpercet ezt gondolkodni. 5! Miután megmutattam. Figyelj. Propsalman, bagrista ete a karíszki. A sirelíszka menú szabad. 630 dollár! Teszed el! Minek nézel, te kurvának? A normális vagy 630 dollárért majd szerinted itt meg lehet engem megvesztegetni? Mit gondoltál te itt? Hülye gyerek. Hülye gyerek. Kölsed inkább el valami normális bakancsa, mert úgy nézel ki itt, mint valami... Bevazd meg. Ennyit a jégcsákányról, gyerekek. Ezért vettünk még egyet. Na. Soleg. Apukáim. 610-ért átengedtem volna. Azért nem úgy van az. Nem úgy, ujjajjaj. Az ott mi? Ilyen helyen még soha nem láttam cigarettát. Azt a büdös, és 3 darab. De menő. A leeső tiszta. Na nézzük akkor az autó belsejét. Ülés mögött rendben vagyunk. Anyóska is rendben van. Etőkárpit. Tiszta. Hátsó ülés. Tiszta. Mi van? Micsoda? Gyerekek, ez hogy lehet? Ennyi? Ennyi cigarettát találtunk? Hát lehet inkább el kellett volna fogadni azt a pénzt, nem? De nem akarom elhinni, öreg. Tényleg ennyi szajréval akart átmenni a határon csak? Te nem vagy normális.
Aha! Öreg. Kontrolódjál befele nagyon gyorsan. Kis hülye. Hát mikor már láttam ott a sorba, ott, ó, már nem véletlenül volt a kezembe gépfegyver. Szemes játjó. Gyerekek, azért én ezeket ennyi rutinnal már kiszagolom ám, Pikpap. Mit gondoltatok? Na, kollega meg takarítson. Mondjuk most jut eszembe, ki kellett volna üdítenem a zsákot a hátizsákom. A hátizsákom. Oleg. Na nézzük a nevét az illetőnek. Hopp! Belépési engedélynél eltérés van. Belépési engedés útlevélnél. Útlevél szám. Timmel. Igen. Igen, igen. Kármű típusa is stimmel. Vagy nem stimmel? 680, hát megnézzük a biztonság kedvéért, azam. 72, ja stimmel. Oké. Okay. Oké, okay. A jármű állapota. Fényszórók, lökhárító, visszapillantó, ablakok, kerekek. Rendben van minden. Aha, és akkor ezeket szállítja az úriember. Nyugodjál le ott elől! Csak átvizsgálom! Semmi extra! Nézzük csak! Van-e valami? Van-e valami csinugni? Semmi! Kollega! Stálóját bele! Tessék visszadobni mindent! Haladjunk! Padlóig, rúgj ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez! A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármely csajod! Korrupkodol, mint mindig. Te meg irigykedel! Irigykedel! Tessék! Tessék nagyon szégyelni magad, órász. Azért köszönöm a 43. hónapot. Köszönöm szépen. Ajtót nem csuktam be, az nem baj, majd a kollega ezeket elrendezi mindig. Ha minden rendben, akkor ugye tudod, hogy az autó állapota képlik. Még romolhat. Tudom, tudom, tudom. Igen, 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 igen. Há, hogy tényleg. Ha valaki nem szimpatikus, akkor meg lehet így fingatni durván. Az a helyzet, hogy a beutazási szabályok nagyon-nagyon nem jó. Sőt, a rakomány lista sem stimmelt. A fénykép, igazolvány, hát, az rendben van. Mi az, ami gázos volt? Autó hátulja az okés volt, ugye? Rendszám? Az is stimm volt. 50 éves fickót keresünk, hát... Figyelj ide! Maga így nem fog tudni bemenni. Hiába néz ilyen szépen. Nem. Nem lehet beengedni. Jó mondom. Igen. Nem jó a rakomány jegyzék. Úgy bizony. Belépés oka turizmus? Hát... Menne körbenézni. Hát világot lát. Hitta valaki a súlyt is. Laci, az át akart verni. Figyelj, vannak irigyeim. Látják, hogy ma konkrétan 10-ből 10 tökéletes ellenőrzésem volt eddig. Nem tudok hibázni ma, na. Húúúúú, papikám! Tolek? Nekem nagyon fura az a fickó. Alkoholt nem-e szállít esetleg? Véletlenül? Hát...
Janus! Nagyon gyanús! A pattanjon kifele! Nagyon-nagyon-nagyon gyanús! Van itt egy ablak, amit föl is kell írni kapásból. Ott van egy lapos kerék. Kettő visszapillantó tükör. Fényszórók rendben voltak. Lökhárító rendben van. Kerék rendben van. Hátsó fényszórók rendben van. Na, ezeket bazen le kell pakolni. A tálóját beleszem, hiszem el. Ne magyarázzál te ezeket, nekem mindegyenként meg kell emelni. Hát sérvet kapok nap végére, barom. Ne magyarázzál. Még jókor akarom mérni a súlyát. Ja, de mondjuk jó. Van itt bőven tartalék. Oké. Ilyunieta burdu menosizienia! Hát... Apukáim, ez szerintem tiszta lesz. Aha, hátsó ablak. Hátsó ablak az hiányzik. Igen. Na. Tim. Tömanyag tartály is rendben van. Kerekek is rendben vannak itt. Túloldalt is megnézzük azért. Ennyi. Ó, ez hibátlan. Sajnálatos módon. Nézzük csak. Mosószer, timmel, szénabála is, hűtőszekrény is, gyúlékony anyagok is, gáztűzhely szintén. Oké. Okay. Hát ez így pont belefér, mert a vegyi anyagból négyet lehet bevinni összesen, ugye? Ja. Jó. Oké. Vissza föl kell pakoltatni a kollégával. Ada. Maroszko varisú. Hátsó lőkhárító. Hátsó lőkhárító hiba. Nem. Ez jó, ez ilyen szokott lenni. Ezen a típuson ez így működik. Sok a vegyi. Miért lenne sok? Kettő. Tényleg, bazd meg, mert ez öt. Kettő meg három az öt. Így van. Jó van, Juska, matek volt-e, jó voltál? Kíváncsi voltam rá, hogy mennyire voltál jól, mennyire figyelsz. Így van, kíváncsi voltam. Épp. Örülök neki, hogy ügyes voltál. Na. Nehogy már. Jó. Azt hitted, hogy ez nem teszt? Figyelek mindig. 2 meg 5 az 3. Na jó van. Ja, Petya. Örülök neki, hogy itt vagy. Minden oké, és veled mi a helyzet? Kérem szépen. És mi van akkor tulajdonképpen? Most is mérünk egyet. Ja. Ilyen intelligencia van benne, bazenget. Ez a játék amúgy nagyon nehéz belekötni amúgy. Komolyan. Ez korrekt. Nincsenek ilyen idióta dolgok. Mit pofázol? Ágbotlott. Még kettőt szólsz, öreg. Összecsomagolva raklak be, bazd meg a raktérbe, azt úgy foglak legurítani valami egytetőről. Az biztos kurva jött. A patanyá vissza nagyon gyorsan, mielőtt itt nem állok jót magamért. Kerünk! Az öreg anyádat, még neked áll följebb? Végzem a munkám. Hát nézzenek oda. Bazd meg! Akkor majd mondom. Beutazási szabály. Ennyi. Úgyhogy, hát...
Viszlát. Barásta a sipka! Az kiesett volna egy doboz cigaretta. Milyen túlkapás? Hát... Nincs itt meg kellett fegyelmezni az úriember. Rolek. Narancs levet fogyasztok, persze. Vodkában. Üdvözöllek, nyúl. Masszív izomfájdalmaid vannak. iRacingbe belenéztél? Na! De mitől van izomfájdalmad az iRacing miatt? Az nagyon szép. Az lenyűgöző. Név az mindenhol stimmel, ugye? Levélszám. Az is. Érvényességidő. Az is. Járműtípusa. Az is jó. Új. Át. Az a hátsó lőkhárító. Írjuk csak föl nagyon gyorsan. Az bizony sérült. Az bizony sérült. Fokhíjas. Üvegek. Visszapillantó tükör. Egy visszapillantó. Egy visszapillantó tükör. Egy visszapillantó tükör. Ennyi. Semmi extra. Elszevítja. Ne hülyéskedjél. Amúgy itt is szokott lenni anyag. Úgykor itt alkohol találtunk, csak mondom. Mielőtt bárki hülyének nézze. Mármint emiatt. Nem ülök benne, aggódjál, öreg. Ura, nekem ez a fickó nagyon. Meg még a szeme se áll jól. Kerék is rendben van. Hát ez itt, gyerekek, ez így. Ez nekem itt nagyon bűzlik. Nagyon bűzlik ez. Na nézzük azokat a rakományt. Rakományokat. Hibátlan. Nem hiszem el. Horos hordó, jó. Gabonazsák, gyógyszeres láda, cement, az is jó. Mi van? Kollega! Munka van. Nagyon munka van. Vissza kéne dobni mindent. Kollega ma nagyon lelkes. Itt elcigarettázgat. Nehéz az a felszerelés, mi? Figyelj, én mondtam a főnöknek. Nem kell nekünk ilyen nagy batyú, bazd meg. Hát eddig meg se tudtak karcolni bennünket, nem kollega? Vagy ugye voltak itt rajtaütések az elmúlt 1-2 hétben. Próbálták elfoglalni a határt a rohadékok. Aztán gondoltuk főnök úrra, hogy egy kicsit azért úgy beújítunk. Figyeljen ide. Fénykép. Az a helyzet, hogy a rendszámot még meg nem... És jó. Mit mondjak? Hának, mit mondjak? Élelmiszer. Élelmiszer az... az is jó. Minden jó. Istálóját bele, komoly? Akaristanyska. Hát, Isten. Útat. Egy nagyon fura volt ez a fickó. Mi? Mit rontottam el? Betört ablak! Hol volt ott betört ablak? Hát kiverem a balhét, bazd meg, csinálok én mindjárt betört ablakokat! A pattany kifele, mert most igen ideges vagyok. De mondod a magadét? De mondod a magadét, öreg? Ú, de mondod? Ú, na figyelj ide! Ú, öreg, neked nagyon hosszú éjszakád lesz. Figyelj ide, még én körbenézem itt a járgányodat, addig hív fel a mamikát otthon, mert nem mész haza egy darabig, jó van? Mondd meg neki.
És mivel ilyen jó fej voltam veled, azért nem bánnám, ha egy kicsikét azért úgy honorálná egy kicsikét. Jó van? Atta! Nem lesz ez így jó? Nem. Atta! Várj, attól félek, hogyha én most ezt itt szétverem, ez beül a kocsiba, azt itt hagy. Nem szabad őrizetlenül hagyni. Inkább kiveszem innen aztán. Hova, bácsi, tessék megállni! Ne basz. Hát a kurva anyját múltkor ez bejött! Ez... Na most nagyon ideges vagyok. Ez mi volt? Hát bazd meg! Nem túlkapás, múltkor nagyon lőttem itt a helyszínen a fickót, azt még kitüntetést kaptam, érte ne idegesítsetek! Hát most ez így... Ezt nem értem! Emlékezzünk vissza! Agyon lőttem a csáva itt a gyereket, aztán egyből jött a kitüntetés, hogy kaptam itt a burravalót, meg a szajrit is eltettem. Hát de ki volt ez? Ez nagyon csúnya volt. Legközelebb. Mit kell csinálnom legközelebb? Megvárni, hogy beszáll így az autóba, mutatom. Így beszáll. Nem tudok beszállni. Mi a büdös felé nem tudok beszállni ebbe a hülye autóba? Beszáll az autóba, én meg így. Jaj, várjál, tata. Üldözés ez? Oké. Odafutok a kocsihoz, és akkor jó, mehet. Istálóját bele! És onnan kellett, tehát... Mondom én szerintem, hogy mi volt itt a logika. Hogyan kellett volna ezt csinálni. Mivel öreg ember volt, kinézetre legalábbis, idős. És nekünk volt itt egy szökevényünk, 50 esztendős. Most már engedjem át. Rendben van. Az meg. Ahogy kiderült, hogy egy nagyon idős bácsik a delikvens, egyből le kellett volna tartóztatni szerintem. Legközelebb az ilyet ne bilincselem a francba, azonnal. És mit mondtam nektek, hogy beül az autóba? Mit mond? Úgy, hogy bejött. Kiszagolom én az ilyet már. Tele van pénzzel, oda néz. Hát ez... És biztos, hogy azért nem tetszett a játéknak most ez. Lényegében. Mert őt köröztük. Azért, mert őt köröztük. Ez most nagyon bosszantó. Öregem, mondjuk ezt az 500 dollárt hamar visszakeressük végül is. Csak maga a gesztus? Hát ezek hülyének néznek engem. Nem így van? Hogy de lenne így? Kerék. És ennyi volt tényleg? Ezen a szar kupacon. Tehát őt élve kellett volna elfogni mindenféleképpen. Bűdös életbe bele. Hát menjek már be ebbe a kocsiba. Hogy a motorháztető akadályoz? Nem. Akkor mindegy. Talán a tetőkárpitban nincsen semmi. Ennyi. Az ő hibája. Minek halt bele egy fejlövésbe? Hát baszki. Aj, Istenem, de hát a régi időkben ez így működött, hát úgy lelőtték a picsába az illetőt, mint a húzat, azt ott temették el a helyszínen, az kész.
Mindenki szemmel láttára, nem? Ada? Mende mondta. Rázva vele. Piros nem, az első segélydoboz. Istenem! Megérített most ez az incidens. Ja, de várjál, te nekem itt múltkor volt levél. Valaki ellopta. Volt itt újságlevél. Csak nem értem rá, mert bentem bevetése. És akkor ilyenkor le vagyok szarva egyből. Azért, mert az ember dolgozik. Az meg... Pihenjünk egy... Hüha! Alarm! Alarm! Teljes harckészültség most azonnal! Jönnek a rohadékok! Gyerekek, ezeket daráljuk el rendesen, apukáj! Kollégák azok... Érződik, hogy azért ügyesek a fiúk, nem? Fogynak! Bődös kis ügyjó! Lélegzett vételj, idejük sincs. Próbálok nagyon spórolósan lőni, hogy... Nehogy már megint itt őszebb kelljen venni. Valamilyen nehéz körülés a bőle. Ez mi van? Légitámogatást kaptak? Vagy mi van? Vagy mi kapjuk a légitámogatást? Bombázzak már! Az anyja 700-át, te! Nem bírom kiverni a fejemről azt a dürgét. Bazd meg, micsoda üldözés lett volna belőle. Régi GTA RP-s korszakot elevenítette föl benne. Uram, atyám! Mikor majd, hogy nem már meg voltak beszélve a dolgok, hogy te most akkor legyen üldözés, ettől meg eddig. Anna milyen. Szigetetlen. De hát benne van a hiba, bazd meg. Hát gyerekek! Robbanni fog, kollégák! Robbant! De ezek hihetetlen mennyiségbe jöttek te. A fél lőszer! Komagom. Kuka. Atya világ! Megérte, 1700 dollár. Alkalmas vagyok erre a feladatra. Hát nem is. De még jó, hogy... Mondjuk a jegyzőkönyv... Hát persze, a jegyzőkönyvben meg az lesz beleírva, hogy...
üldözés volt. Üldözés következtében belehajtott az árokba, megfejelte a kormányt, és azta. Hát rottyon vagyunk. Lassan el kell menni lőszerért, de komolyan, komolyan mondom. Hát szerintem majd nap végén. És akkor üritünk egyetleg. Ja, 2300 dollár. Hát, egy fejlesztés esetleg valakire. Jóska bácsi, nem kéne fölfejleszteni? Hát de így annyira jól néz ki, én őt nem... Na őt, Novikot. A Novik az ilyen kis unyi paraszt állat, az jó. Arra menjen nyugodtan. Lehet a Zolt tetoválás a hátamra? Az mi? Cigit el lehet-e adni? El hát, a rendőrségen. Persze. Mi lesz ezzel a sok hullával? Fölgyújtjuk az erdőt, nem számít. Persze. Ja, vámos, a Zoll, a vámos. Ja, megvan. De németül mondod? Oroszul mondja, tehát Oroszországban vagyok. Oroszul tudok én, ne viccelj. Ezt hova gondolsz? Ne sérts meg! Németül! Ki beszél németül? Farisú, szadat slomen a spatne pas meszúj eto rabne. Mi, madre, na boj! Povratku a rabni dolu, vy budro gotov et vartnej migrácii ač al barak. Vás listať drobíne... HABORU VAN! HABORU! Gyerekek, nézzük csak! Az al-Baraki kormány hivatalosan is megerősítette a kakasztámi agresszor támadását. Ma hajnalban keletről érkező csapatok átlépték a határt és elfoglalták a környező al-Babi várost. A határvidék lakói a közeledő ellenséges erők közelettétől tartva elhagyják otthonaikat és észak felé menekülnek. A párt minden polgár biztonságát garantálni akarja, ezért úgy döntött, hogy megszigorítja a bevándorlási ellenőrzéseket. A kormány szigorítja a határellenőrzést. Estüreg ruházatát vizsgálás szerintem. Akarisztán polgárai megnyugodhatnak. Bátor csapataink biztosították az ország déli határait. A kormány ugyanakkor úgy döntött, hogy növeli a nemzetvédelmi kiadásokat. Ennyi. Biztonságban vagyunk és kész pont. Ennyi. Ez a lényeg! Ez a lényeg, kollégák. Hűha! A hamisított dokumentumokról fogunk olvasni most egy-két sort. Egyes járművezetők hamisított dokumentumokkal rendelkez. Ezeket a szokatlan levélpapírról vagy a nem engedélyezett hivatalos pecsétről ismerheted fel. Annak érdekében, hogy megbizonyosodj arról, hogy a levélpapír és a bélyegző legális, hasonlítsa össze azokat a szolgálati kézikönyvben az országok részben felsoroltakkal. Az még több meló! Előléptetés meg sehol! Úristen, felmondok! Felmondok, elegem van! Egyre több a meló, egyre kevesebb a fizetés, előléptetés, nuku, háború van, de előbb is majdnem megöltek, tököm tele van, szar ez a meló. Hú, bazd meg. Válassza ki a dokumentum nevét az iratanyag összehasonlításához. Válassza ki a hivatalos pecsétet az eredetivel való összehasonlításhoz. Mindegy, kezdjünk hozzá, fogjunk neki hozzá, kapjuk el, adják kenjen. Hamisított dokumentumok felderítése miatt, igen, határőrség parancsnoksága úgy döntött, hogy szigorítja az ellenőrzéseket a határátkelő helyeken. A tisztviselők kötelesek ellenőrizni az okmányok jogszerűségét, a szabálytalanságok észlelése, a belépés megtagadását eredményezi, hát ez tiszta sor. A jelenlegi bevándorlási válságra való tekintettel a kormány meredék jogot ad al-Barak kiválasztott állampolgárainak. Ők csak akkor léphetik át a határt, ha érvényes beutazási engedéllyel rendelkeznek.
és a beutazás oka menedékjog. A fizetés nem lesz több. Aha, hát lényegében felszerelést. Én most installálom olyan dolog, de mindjárt kipróbáljuk akkor ezt. Köszi Róka. Mondja, hogy mondjuk egy pisztolyt dobjunk el. Sörétes sem kell. Mosószer is. Pisztolylőszer is, sőt a géppisztoly is mehet a kukába, frank. Most ezt megfogom. Így ezt el lehet dobni. Föl is lehet venni a földről? Aha! Őha! Jó. Oké. El is nyelte a földről. Vagyis remélhetőleg is nem a raktárba került be, ugye? Jó, hogy megnéztem. Persze. Itt hátul elrejtem. Ez a beszéd. Na! Na, ennyi. És akkor most azért úgy van hely. Sok fölösleg az illetóban. Na nézzük akkor ezeket az új funkciókat. Erre kíváncsi ezek, hogy hogyan bűtös viharba alkalmazni pontosan. Rolek! Mi van? Ellenőrzési jelentés. Ez az. Hát hol van itt? Bélyegző. Ne. Vagy to vás zaruptanečko? Várjál. Ale jenot kupit sa je to vás. Várjál. Nekem most itt konkrétan, hogy kikerestem majd ezeket a... Nem, erre biztos van valami egyszerű utás. Bélyegző. De hogyan hasonlítom össze? Hát ki kell... Meg kell őket kerestem. Államok című fejezet. Lapozunk. Országok lényegében. Aha. Nyilván mondjuk ezt később fejből is tudni fogjuk. Ja, hát ez stimmel. Ez Albarak. Ez menekült lehet való, illetve ő menekült lehet. Jól lehet, hopp! Ájjajjajjajjajj. Eltérés! Súlyos eltérés. Hát öreg, ez bukó. Azam 72-vel jött, viszont stim. Súly. 70. Rendszám. Hoz 92. É, az is jó. Miket visz? Hát figyeltek, én ezt le sem pakoltatom vele, inkább nézzük körbe az autót. Ha minden oké, akkor a csomagokat én nem fogom ellenőrizni, csak így kívülről. Jó. Kocsi állapota nagyon oké. Hátul is. Jó az ablak. Hukkancsunk ebbe bele. Elég ígéretes. Hú, te. Hoppá. Ilyo Melosa, atmasajács? Ki kellene szállni? Mondjuk! De egyelőre ne keltsünk feltűnést! Hú, vagy mi legyen? Meg nem merje mozdulni? Itt lövöm agyon. Ez ki lehet? Hamisított dokumentum rakomány jegyzék. Ki tudja meg, GBD.
43 éves a sofőr? Az mondjuk benne van, ugye? Benne van. Igen, 43, ő az. Ő az. Igen, őt nem szabad lelő, őt le kell tartóztatni azonnal. Fixen ő. Fixen ő az. Öreg, neked itt most... Kaput. Indok nélkül, láttam amit láttam, mész be a dutyiba, kész. Nem kockáztatunk, nincs üldözgetés, meg ilyesmi. Nem játsszuk az eszünket, röpülj be a börtönbe a szevasz. Ennyi. Hát nehogy már. Na mi van öreg? Röhönge szemei, mindent láttak. Melyik volt az előbb az meg, már nem tudom melyik. Rögtön, Jóskabá. Fokusan. Jó? Lokásos, intézkednem kell. Te ne tudja meg, bazdmeg, elszabadult a pokol. Kurva nagy háború van kint. Ó, ne tudja meg, bazdmeg. Jóska már ki ne jöjjön nekem. Kegyetlenség van itt kint. Na. Kezdjünk hozzá. Ezeket a szarokat is most így átnézzük viszont. Ebben biztos, hogy van valami. Ezekbe. Az 1000%. Pörgesd föl magad, ott bármi van, basz föl egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, ha jöjjön a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. Üdv mindenkinek! Mi-mi-hu-ha már 43 hónap csak úgy repül az idő itt veletek, miktapsz. Hát... tényleg? Ez így van. De hát ilyen ez, ha jól telik. Mr. Todd, köszönöm szépen neked a 43. hónapot. Nagyon szépen köszönöm, üdvözöllek. 4 darab. Hú, amúgy kábítószert milyen régen találtam. Azt a mindenségét. Tetőkárpit. Tiszta! Még mindig nem tudunk hibázni szerintem. Ennyi? De meg igen, most jön a WC. Mivel fogadunk, hogy ebben lesz valami? Nyertem volna. Hát persze. Okos húzás volt. Mosógép meg tiszta. Mosógépben még soha nem találtam anyagot. Oha. Oha. Nem gyanús ez a kocsi. Motor térbe, hogy nem találtam semmit, ez... De bízunk benne, hogy ez így most jó. Ada? Lega. At Maduro. Takarítás. Napellenző. Nem, nincs, nem volt. Minden okés. 200 dollárt megkaptuk, úgyhogy ügyesek voltunk. Azt jelenti. Ki a Savory? 1680. Alakulunk. Ő a csics... Kolega! Nem csicska, kolega! Persze, csak így lazán. Stolek! Az ki mióta Stolekkel köszöntöm a embereket, azóta nem mondják ezt. Mi ez? Nem akarnak engem másolni? Így félnek tőlem. One madre przestępna ada terrora. Azt a nevet tudod, mikor fogom én kimondani? Betűnként átnézni. Határidő is rendben van. Tevészám is rendben van. Zaved? Ez Zaved? Ez az. Oké, súly. Tökéletes. Csomagtér? Ó. Aha. Na jó van. Figyelj ide, papikám, nem kavarok. Fölírok neked ide egy hibás karosszéria elemet, jó van? Hibás karosszéria. Visszapillantó tükör van-e? Van. Szélvédő! Minek mi? Araszték kondi. Betört ablak. Komolyan mondom.
még egy ablak. Látom, már ti is észrevettétek, hogy szélvédő ki van törve. Ha? Akkor tér, az teljesen rendben van. Teljesen. Не мадро это дураж. Не два чарачмена. De ezeket a csomagokat én azért úgy... Csak úgy már le, bazd meg! Ne járjál nyakamra, hülye! Munkámat végzem! Hova rejtetted a szajrét, mi? Hova rejtetted? Te... Janús ez, hátsó sárvédő? Azt már felírtam. Az megvan. Olyan csak bélyegzőt, azt nézzük csak meg. Akarisztánka. Az jó, ugye? Az szerintem jó, de... Megnézzük. Akarisztán. Ja. Egyezik. Podgyászból három van. Figyeljetek, az a helyzet, hogy ez... Nagyon rendben van. Miro listo menos saboy, vecsta? Mehetsz befele, öreg. Ennyi. Hát ez... Akaristanska. At lista. Na. Örül a fickó, hogy hazatérhet végre. Következő! Tolek! Azt tudja, hogy az az útlevél hamarosan lejár? A pattanyon kifele! A maga kit akar hülyének nézni? Utazunk. Jókból. Mi? Sarabolunk. Három podgyász, négy szappan. Tanús. Új? Még nem értem. Ajja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 jj
hogy itt valami nem oké. Tudtam én bizony. Nézzük csak. Itt gyerekek, valami van. Öreg, nem pofázol, mert itt fejlek agyon. Hát kell világítanom most a szerkezet... fényszóró is ki van törve. Hogyan van ez? Azonnal föl kell írni. Törött lámpa, hiányzó tükör. Kettő szélvédő. Ó, ami ablak. Hol vagyunk? Hát azért ez így. Ő kemény bírság lesz így, apukám. Nem feltétlenül pénzbe kell gondolkodni? Csak, hát azért tudja. Ha szeretne bejönni az országba, én meg nem szeretném magát beengedni. Ez szarügy. Ez nagyon szarügy. Na, nézzük a csomagokat. Van egyezés. Van a csomagban. Timmel. Rendszám. Az is Timmel. Üljél vissza a járgányba nagyon gyorsan, kollega.
Ford neki vissza villám gyorsan a... Hogy gyászogat meg az... Egy szappant azért tegyél zsebre, gondolod. Bánom is én. Úgyis túlsúlyos. Megvérem még egyszer. Ez így nem lesz jó. Ez így nagyon nem lesz jó. Magát így nem tudom beengedni. De várjon ezzel. Hova valósi maga? Albarak? Majd mindjárt megnézzük az hova valósi pontosan. Várjál. Ó-ho-ho-ho-ho-ho! Hát maga meg ki! Ez hogyan van? Ők csak akkor léphetik át a határt, ha érvényes beutazási engedélye rendelkeznek. És a beutazás oka a menedékjog. Hát akkor ez a szabály, ez a belépési szabály életbe lép. De hát majd kiderül. Na. Lehet akkor hazafáradni, viszont látásra meglátjuk. Max bukunk rajta egy 40 dolcsit. Kudebunkó volt ez a fickó, te! Kudebunkó volt. Jaj, te! Na. Belépési... Papírok előélete? Mi van? Papírok előélete? Hát hamis volt a pecsét, ezt ilyenkor automatikusan bejelöli ilyenkor. Solek. Az útlevél papírja. Pecsétet ugye behúztuk, tehát ilyenkor automatikusan... jegyzi a rendszer. A bélyegzőnél tudom azt is külön nézni. Jaj, a világos szupra, igen, igen. Igen, igen, igen. Maga mögött az az ablak nincs kitörve véletlenül? Tanús, tanús. Átsó lőkhárító van-e? Rendszám. Hopp! Akkor anyjába nézz oda, hoppá! Nyilvántartási szám. Bizony, Albarak. Hát csak, ha már itt vagyunk, nézzük csak meg. Albarak, stim. És akkor itt még mit lehet ellenőrizni? Ja, érvényes levélpapír. Miért neki volt levélpapírja valahol? Hol? Lehet, hogy az ide van, volt beletűzve, csak én nem vettem észre rutinból. Útlevél feliratra? Ja. Ja, tényleg, hát végülis ezt írta. Jó van, jó. Kíváncsi voltam, hogy figyeltek-e, mert én benne élek már évek óta. Ez egy teszt volt, teszt ki. Ajjajjaj, az a súly, az... Ez így nem fog menni. Apsikám, ez így nem fog menni. Levélszám. Az se stimmel. Tamer Shahin. Az mondjuk stimmel, járműtípus, oké. Okay. Súly, az gázos nagyon. Hát itt lehet, hogy lesz egy-két... Urbányos megoldás ezen a járművön, nem lehetséges ez? Szálljon kifele kurva gyorsan, mielőtt meggondolja magát. Hát ez ilyen. Nem stimmelnek a papírok? Bizony, de gondolom maga ezt tudja. Jóristenét. Kit akar ez itt hülyének nézni, mi? A gyerekek, ez lehet, hogy tiszta lesz szám. Autó állapot amúgy elfogadható, vagy elfogadható. Kiváló! Hát csak a papírok. A papírok az, azért... Azért ezt nem mondanám! Azért ezt nagyon nem mondanám, öcsi! Nem nálam találtunk illegális papírokat!
öreg. Úgyhogy azért egy kicsikét szerényebben kérdém itt a magatartást a határon. A határomon? Egészen pontosan. Nehogy már itt aztán a szúnyog adja a vért nekem. Az meg. Hát jó, hogy nem majd. Föl is ment a vérnyomásom, bazd meg. Tököm tele van amúgy ezzel a melóval, bazd meg. De komolyan. Alig adnak valamit. Szaré, úgy én minden lószart ellenőrizek meg. Nem lehet ezt már úgy bírni, mint régebben. Régebben még azért jó pénz volt benne, de most már... Gyertek ide, ez. Ez rabszolga meló lett. Kollega, álljon már meg. Az a szerencsé, hogy nem nekem kell visszapakolni a várut ilyenkor. Na figyelj ide. Nincs jó napom. Úgyhogy ezért nem is tudom beengedni. Amit gondolt maga? Be akar jönni egyáltalán maga? Vagy mi? Miért? Mit keres maga itt? Kurvára nem tudom beengedni. Kurvára nem. Hova gondol maga? Nem tudom beengedni magát, hagyjon engem békén. Hogy várjál, stimmelt? Mi van? Nem. Öreg! Húzzál haza anyádnak panaszkodni. Ide te biztos, hogy nem fogsz bejönni. Ilyen magatartással rendelkező fiatal suhancokat csak a holttestemen keresztül fognak majd beengedni. Esetleg. Ez egy igazi rohacsutyó volt. Papírok előélete, bazd meg. Milyen előélet? Én ezt nem értem. Mi folyik itt? Az előéletet azt nekem kell bepipálni. Tehát én azt behúztam konkrétan, meg a belépési szabály az meg... Bélyegző rendben volt. Igen, tehát hogyha látom, hogy a papírainak az előélete rossz... Mi volt itt rossz? Honnan kellett volna ezt? Ezt nem értem. Nem értem. De kurvára ideges vagyok. Valakit szitává lövök mindjárt. Azt hittem nem állsz meg, papika. A tájci varizsú komandíró. Hagyjad azokat a papírokat nagyon gyorsan. A rosszka propsámána. Ki a Michael? Ki a Bence? Akálista jelcsac útra. Útlevelet, a járműves meg a rakományos papír szírét is ellenőrizni kell. Mi van? Ezt most megnézzük. Baszki, tényleg. Tényleg. Öcsém. Ugyan, megnézzük ezt egészen pontosan. Hoppá. Aha, tehát így. Hát ez hihetetlen. Baromian érdekes. Na jó. Legalább ezt leellenőriztük villám gyorsan. Nézzük a jármű súlyát. 40-10. Rendszám. 02FY. Név is mindenhol okés, útlevélszám stim, bejárati dátum okés, menedék, oké. Mondjuk annyiban hibáztam, hogy ellenőrizzük le azért a pecsétet. Ez stimmel, ja, erre emlékeztem. Ez így okés volt. Hát, gyerekek. Figyeljetek ide, ez nagyon rendben van ám. Ennyi rakománnyal... Fog,
aki utazik, hát az kötelező átnézi. Mondjuk azt tegyük hozzá, hogy szappanba én még rosszat nem találtam. Soha. Soha, de soha. Pikpakát világítjuk. Így. Van-e egyezés? Tement, olajos hordó, tappan, sajtos láda, rózsák. Steam? Mi van? Van egyáltalán hibája az öregnek? Ilyenkor szokott az történni, hogy egy hibát nem veszünk észre. De én most ezt a hibát megkockáztatom. De várjál, kollega! Hát te figyelj már ide! Ha látja, hogy eljövök a csomagoktól, a szajrétól, dobja már föl automatikusan a platóra, bazd meg. Nekem mindig ide szaladgálnom magához. Hát nem igaz. Hát azért műszak végére nem lesz ám kilométer hiányom maga miatt. Az ember esze megáll. Elnézést a feltartásért. Kollégákkal probléma van. Jó, menjen. Rado tuksaju, Amanu. A čo bačiste? Tolek. Edo madre latnej sa jaditeľ Atmadurova Severavojský. Hibátlan napot zártunk. Hibátlan napot. 1770. Itt is beszéltem. Jó volt a lámpa egyébként. Tökéletes volt a... A helyi lovas... Megkezdődött a lovaskocsiknak a gyorsulási versenye közben itt körülöttem. Hát igen, itt a szomszéd falvakban a fiatalok azok. Este azért úgy... Oda szoktak durrantani egy kicsit. Én is azt hittem egyébként, Atis is. Elég fura volt ez a lámpa. Könnyű elnézni. A tájcsi varisú komandíró! Szóval azért egymás nyakában nem kéne ugrani. Lassan lehet, hogy el kellene gondolkodni azon a bazin, hogy teherautó, nem? Nem? Dehogy is nem. Rohadtul de. Kolega! Csöpör! Akkor legyen szíves azzal a fel... seprűvel, partissal. Tessék kipókhározni azt a szájba vert raktárt is, mert itt már nem férek be tőle. Lassan, na jó, van, mire visszajövök, legyen meg. Meg akkor már lőszert is veszünk természetesen. Persze. Na menjünk, gyerekek, menjünk. Nem érünk rá. Ne bazd meg az öreg, ezt most engedtem át a határon. Ej, bazd, már be van nyomva, mi? Ha, öreg! Maga! El van tévedve! Mit keres, hova megy? Piacot? Bazd meg! Nem tudom. Viszlát! Hú, az öreg, de meg volt szeppenve te. Ó, azóta megbokrosodtak alatt a lovak. Jó van? Annyi baj legyen. Ha! Kis rohadé... Idomítok. Meg ők is. Megúsztuk. P.
pörgesd föl magad, az bármi van, basz fel egy napszemüveget, rúg ki a gázt padlóig, rúg ki a kurva anyát, hajoljon a lemez. A kompresszorod úgyis jobban szív, mint bármelyik csajod. De miért állt oda? Ott a pont. Köszönöm. Miért áll oda a hülye bunkó? Senki se érti. Elnyertem a méltó büntetésem. És még ajtó is vissza. Gyuri bá! Visszarakta az ajtót, bazd meg. Az a sörétes lőszer hogy kerültél hozzám? Ribá, valamit csináljon vele, jó van? Vigye haza, vagy bárom is én? Na, kis sörétes ő. Hát minek állt oda, hülye marha? Hát én de tudják róla nagyon jó, hogy én megyek ám, mint a messzes. Nem szórakozok itt. Ellen nem cseszel ki, még egyet nem fordulok, baszki. Csak azért se. Nehogy már. A rendőr megakadt, szerintem megunta az életét, aztán úgy volt vele, ott rohadt meg. Jön a balabácsi, majd beugrok elé. Ahogy ne. Ez így működik felénk. Ribá. Kurvára megmondtam valamit, nem Gyuri bá? Kurvára megmondtam. Ne rakja vissza nekem azt az ajtót! Gyorsabban tudok menetelni így híváshoz. Na, tessék ezt észben tartani Gyuri bá, mert ez így... Na, hogy nézünk így ki, bazd meg? Végre. Hát beugrok, kiugrok, tudja? Ne se kállítanom a motort. Csak lassítok mindig. Ember esze megállva. Az anyjuk úristen, itt visszafele jövet, kiherélem ezeket. Igen, elegem van. Ilyen egy igazi törvénytisztelő polgár. Hát őt nem érdekelte, hogy ott megsérül az autó. Nem. Hát a határ... Jöhetek? Oké. Okay. Így a biztos, nem lehet tudni már. Nézd meg, be van piálva. Nem csodálom, hogy elég ugrott az előbb. Hülye marha. Eszement barom. Olyan mondom. Ilyenekkel dolgozok együtt, látjátok. Ilyenekkel. Vagy vazidó? Na, $600 jöttem el ide. $600. Na jó van. Ennyibe vásárolni. Vásároljunk egy kicsikét. Shoppingolunk egyet. Jó, fele fordulok? Jó, bizony. Várja, hogy is vagyunk? Egyenesen végig. Egyenesen végig, bizony. Még van a kocsi? Nem. Ilyenkor a kocsit is kiüríti. Persze. Van itt ám intelligencia. Erre nagyon szépen köszönöm neked a fél évet. Köszönöm szépen.
kis késedetéssel ugyan, de hálám nem maradhat el. Stolek! Na végre valaki, bazd meg. Várja, mit kéne venni? Bicskát, megint kés kell, taktikai kés. Kettőt veszek, jégcsák, abból meg egyet. Ez elfér a raktárba. Puska lőszerből. Nem akarok jönni mostanában vásárolni. Hát egy 1800 töltény csak elég lesz valamire, nem? Harmadik, második világ, harmadik világháborúgal kitörne esetleg, akkor azért legyen mihez gyújni. Legyen mihez gyújni. Köszönöm! Ez csak gyakorlatám. Hülyék. Marhák! Hogy be vannak szarva ilyenkor. Nézd meg ez is, oda néz. Egyenesen koppanásig. Következő támadásra meg elmegy 800. Hát ez így szokott lenni. Hát ez pontosan így szokott lenni. Így van, igen. Ezeket a egércsillapítókat lehet, hogy cseréltetni kéne most már Gyuri bával, az, mert ez így... Te Gyuri! Az Isten csinálta ezzel a lengécsillapítóval, te! Nem a légrúgóknak kéne már bent lennie? Mi? Az meg, te! A tököm tele van. Lepakoljuk a szajrét. Ja. Még itt is azért van egy-két bicska. Egy-kettő. Egy-kettő. Apát. És hát lőszer. Lőszer az... bármikor kellhet. Mondjuk most csak 200 dollárunk van, 198. Azért az úgy feles, csibészes. Ajtót gyorsan magamra verem, csapom.